Sziasztok, üdvözletem innen. Rákos keresztúron vagyok éppen, vagyis hát Rákos liget és Rákos keresztúr között, itt ahol a Cinkotai úti vasúti átjáróban. És az érdekesség, amikor mutatni akarok nektek, az itt van mögöttem. Itt volt régen Rákos keresztúr állomásnak az épülete. Lakóházként funkcionálva ez még megvolt. Viszont most, hogy erre jártam, akkor vettem észre, hogy ezt lebontották. Mászni? Igen, és akkor itt, hogy hát csak a törmelékek vannak, ezt nemrég bonthatták le. A sittert még nem vitték el, az épületet viszont már lebontották, hát ki tudja miért. Bár még amikor legutóbb eljártam, akkor is úgy tűnt, hogy már lakatlan. Hát valószínűleg azért is, vagy a vasút felújításnál kell valami itt, vagy lesz itt valami a helyén, vagy kell a terület, nem tudom. Hát akkor nézzük meg egy kicsit jobban. Hát bemenni nem lehet, zárva, de hát ennyi gyakorlatilag itt az épületből semmi nem maradt. Van itt még egy rossz bicikli is. Megmaradt a kapucsengő. De hát már hiába csöngetnék, már senki nem nyit ajtót. Hát igen, valószínűleg ő volt az utolsó lakó. És itt volt egyébként az épület főbejárata is. Hát akkor ez ennyi, ez egy kis revíz vlog lett innen. Ja, igen, itt a szabványos mávkerítés az megvan. Ezek a beton mávkerítés. Ez szabványos, ez a máv épületeknél ez megszokott. És hát akkor ez a kis rövid vlogás csak ennyi lett, mondom, ezt gyorsan megmutattam nektek, hogy nem tudni mikor, de ezt az épületet is lebontották. Nem lehet az, hogy eddig ezt nem, hogy maximum néhány hete, mert sittet még nem vitték el. De egyébként tudjátok, ha tetszett, akkor lehet lájkolni, diszlájkolni. Akkor kommenteljetek, hogy főleg, ha tudjátok, hogy mikor bontották el, akkor azt feltétlenül írjátok le. Ez ennyi lett volna, sziasztok!